Nagy elánnal vették birtokba a legkisebbek az újonnan elkészült Dombóvári játszóteret. A beruházás, amit a város régóta szeretett volna véghez vinni, a 2024-es év költségvetésének tervezésekor vált biztossá. A játszótér volumenét tekintve és Dombóvári léptéket nézek, az egyik legnagyobb játszóterünk lett, a legkorszerűbb eszközökkel. Nyilván avató beszédemben is mondtam, hogy ezt a folyamatot szeretnénk tovább folytatni, hiszen sajnos van olyan városi részünk, ahol még nincs játszótér, az ősz folyamán oda szeretnénk építeni egy játszóteret. Remélem, hogy ez a tér egy találkotérként fog funkcionálni, hiszen 0 évestől a 100 évesig várunk ide mindenkit. A téren ma már van kutyafuttató, játszótér, két kertességgel bíró vendéglátóegység is, és hát természetesen itt van a műveleti házunk, mely tártkapukba vár mindig minden érdeklődött. A munkát csak helyi vállalkozók végezték, ami kifejezetten fontos szempont volt, fogalmazott a polgármester. A kivitelezők célja volt változatos játékokat biztosítani és modern színeket alkalmazni. Nagyjából egy-két hónapja kaptuk a megbízást, akkor kezdtük el a tervezést is, hiszen teljesen új játékokat terveztünk ide, hogy passzoljanak Dombóvárhoz, és aztán a kivitelezés nagyjából egy hetet követően ugye megkezdődött, és az egész csapat benne volt, tehát a Biohásnak az összes dolgozója részt vett a kivitelezésben. Ugye a szűkös határidőnek köszönhetően mindenki igazán kitartó volt, nagyon sokszor estig itt dolgoztunk, de nagyon jó csapatunk van, hál' Istennek, úgyhogy ez könnyen végbe tudott menni. A gyerekek többsége természetesen a legtöbb játékot kipróbálta. A csúszdát, a mászókákat, meg a körhintát. A játszótér mellett pedig a gyereknap programjai várták a kicsiket. Na, ügyes vagy! Kicsit izgalmas ez az idei gyereknap, izgalmasabb, mint ami szokott lenni, hiszen általában a délután szoktunk kezdeni, más utolsó vasárnapján. Akkor is nagy elánnal készülünk, de most a Dombóvári Székelykör nyert egy pályázatot az Agrárminisztérium, ennek köszönhetően kicsit ki tudtuk bővíteni, tehát nem csak a gyerekekről szól ez a mai nap, hanem egy kicsit a felnőttekről is. Különböző programok, koncertek, ételek és italok jellemezték a napot. Szerintem szenzációs, ez nagyon jó a városnak. Hát mekkora pezsgés van, élvezik a gyerekek, rengeteg a program, nagyon köszönjük. A játszótér átadással egybekötött gyereknap tartalmas időtöltést kínált a dombóváriaknak.